Az Úr Jézus csodálatos nevében köszöntöm a kedves testvéreimet. Mivel a sok hálaadás előtt hangzott el a lekció, úgy gondoltam, hogy érdemes, hogyha még egyszer olvasom föl, hogy pontosan tudjuk, miről is van szó. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. versétől így szól hozzánk Isten igéje. János apostol beszél. Ezek után láttam, íme, nagy sokaság, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tud. A trón előtt és a bárány előtt állnak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálma ágak, és hatalmas hangon kiáltanak, az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott állnak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borulnak a trón előtt, és imádják Istent ekképpen. Amen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökön örökké. Amen! Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jönnek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod? Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek, megmosva ruhájukat, megfehérítve a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És a trónon ülő rajtuk sátorozik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez egy jelenet a jelenések könyvéből, de nagyon is ehhez a szüreti időhöz passzol. Mert itt azt látjuk, hogy nem csak a Földön van szüret az emberek számára, nem csak a Földön van szüreti fesztivál, hanem a mennyben is van szüreti fesztivál. Történik egy folyamatos szüret, és most jön a képzavar, de a Biblia már csak ilyen, hogy akiket betakarít az Isten, azok részt vesznek a mennyei szüreti fesztiválon. Ezt látják a testvérek ebben a történetben. Ezt látta János apostol. Mert János apostol olyan embereket lát, akik fehér ruhába vannak öltözve, és pálma ágok vannak a kezükben. És az Úr Jézus idejében, és igazából mind a mai napig, a zsidók a lombsátrak ünnepét, tehát a szüreti fesztivált úgy ünneplik, hogy fehér ruhába vannak öltözve, ez az ünnepi ruha, egyben majd ebbe el is lesznek temetve egyébként, és pálma ágokkal kell örvendezni az Isten színe előtt. Úgy szólt a parancs. Isten részéről, lulafnak hívják. És mind a mai napig a zsidók ezzel ünneplik a lombsátrak ünnepét. A betakarítás ünnepét. A szüreti fesztivált. Onnan tudjuk, hogy aki oda beérkezik, az egy ünnepre érkezik. Több olyan dolgot írt elő Isten az ő népének, amit tegyenek a földön, aminek van párja a mennyben is. Mint ahogy a főpap ugyanúgy az idő, vagy a zsidó időszámítás szerinti 7. hónapban egyszer bement a szentek szentjébe, az áldozat vérével, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért, ugyanúgy, írja a zsidókhoz írt levél szerzője, bement az Úr Jézus egyszer s mindenkorra a saját vérével
a mennyi szentébe. Magyarul, amit egy ember, egy fölszentelt ember minden évben ismételt meg, azt az Úr Jézus egyszer és mindenkorra megtette, és ezzel beteljesítette. Ugye máshogy zajlik az idő a mennyben, mint a Földön. A Földön dolgokat ismételni kell, amelyek a mennybe állandóak. És így van ez a helyzet ezzel a szüreti fesztivállal is. És én nagyon sajnálom, hogy a fordításaink félrevezetnek bennünket. Én utána néztem már a Károli fordításban, itt mindenhol múlt idő szerepel. Ugye az egy dolog, hogy János leírja, hogy én mit láttam. Persze, hogy ez múlt időben van, mert az a múlt időben történt. De amit János mond, azt ő nem múlt időben mondja, hanem azt ő folyamatos jelen időben mondja. És valahogy a fordítóknak ez nem tetszik. Ugye, ha egyszer múlt idő, akkor mindig múlt idő. Vagy nem tudom, hogy ezek hogy gondolkodnak, és akkor még olyan megjegyzéseket tesznek, hogy ezek a János, hogy ez a János mennyire össze-vissza fogalmaz. Nem, kedves testvérem, nem a Jánossal van a gond. Gond van, amikor egy fordító azt gondolja, hogy ő jobban tudja, hogy hogy kell Isten igéjéhez nyúlni, mint egy apostol. Amikor egy fordító múlt időben rak valamit, amit Isten folyamatos múltban akar megértetni velünk. Amikor a földi születet ünnepeljük, akkor minden évben egyszer látjuk azt, hogy Isten megad termést, mert megáldotta a kezünk munkáját. Mert a mi időnk az ilyen. A 21. században már nem nagyon látjuk ezt, nem tudunk úgy örülni egy születnek, mint még 100 vagy 200 évvel korábban. Mert ugye nekünk minden hónapban jön a fizetésünk. És ha szőlőt akarunk enni, akkor ehetünk szőlőt. Mert a hollandok olyan ügyesek, hogy olyan klímát tudnak előállítani az üvegházba, hogy ott mindig nyár van. Mi már fel sem fogjuk, hogy milyen nagy dolog volt a szüret, még abban az időben, amikor tényleg a szüret adta meg az ennivalót a következő néhány hónapra. Ez a mi földi születünk. De a földi szürettel párhuzamosan zajlik egy mennyi szüret, egy isteni szüret. És ahogy itt olvastuk, azok, akik oda megérkeznek, azok is hálát adnak. Kik azok, akik Jánost lát? Kérdezi a vén, a presbiter. És János azt mondja, hogy van egy sejtése, nem teljesen biztos benne, az te tudod. Ugye, lehet, hogy a presbiter azért tette föl a kérdést, hogy utána jobban elmagyarázhassa, hogy miről van szó. És elmondja a presbiter, hogy kik azok. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek, megmosva ruhájukat, megfehérítve azt a bárány vérében. A mennyi presbiter, tehát a legérettebb hívő személy, aki ott jelen van, azt mondja, hogy ezek az emberek, akik folyamatosan bővítik ezt a sokasságot, akit senki nem tud megszámlálni, azok a nagy nyomorúságból jöttek. És akkor nem valami távoli időpontról beszél. És nem is egy múltbeli dologról beszél, hanem a folyamatos jelenről beszél. Ezek azok az emberek, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Hát akkor kik azok? Akkor azok az emberek, akik itt a Földön megtérnek. Akik meghallják az evangéliumot. És akik meg vannak győződve a Szentlélek által, hogy Istennek van igaza. Bár Isten nagyon furcsa dolgokat mond.
Olyan dolgokat mond, amelyet az ember vagy még nem hallott soha, vagy nem fogadja el olyan szívesen. Hogy gyakorlatilag az összes bajnak ő a forrása. Hogy ő nem a világ problémáinak az egyik alkotó eleme, hanem elsősorban ő a világ problémáinak az első alkotó eleme. És csak egy megoldás van. És ez a megoldás nem tőle függ, nem az embertől függ, nem az ember erőfeszítésétől függ, hanem az az egyetlen megoldás, hogy az ember lemond minden bűnből fakadó, hitetlenségből fakadó igyekezetéről. Adja meg magát. Adja oda magát az Istennek, és azt mondja, Istenem, nekem gőzöm nincs, hogy ki vagyok, mi van velem, és mi lenne jó nekem. Mondd el te nekem. És a te szavadat el fogom hinni, és a te szavadnak hallgatni fogok. Na, az ilyen emberekről beszél az apostol. Ilyen embereket lát. Ők képezik a mennyi születet igazából. És mit tesznek azok az emberek, akik oda megérkeznek? Olvastuk. Ott állnak, fehér ruhába öltözve, kezükbe pálmaág, és hatalmas hangon kiáltanak, az üdvösség kié? Az enyém? Hogy én nyertem meg. Én voltam olyan ügyes, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő dolgot tettem. Nem. Az üdvösség, a megmentésem, az Istené, aki a trónon ül, és a bárányé. Azért adnak hálát ezek az emberek, hogy ők is a szürethez tartoznak. Isten keze munkájának a gyümölcséhez tartoznak ők is. Ezért adnak hálát. Isten valóban megáldja a termést, hogy tegnap olvastunk. Nem csak azt a szőlőt. Hanem engem is. Áldott szőlője vagyok, ha szabad így van. Szőlős szemme vagyok, ha megtértem Isten szüretének. És azonnal rázendülnek az angyalok, akik azt mondják, így van, te hívő ember, aki most megérkeztél a szüreti fesztiválra. És első dolgod az, hogy hálát adsz, hogy most látod is, hogy valóban Isten szüretéhez tartozol. És azt mondod, hogy az üdvösségem nem az enyém, az üdvösség az Istené és a bárányé. És azt mondja az angyalsereg, igazad van. És kezdenek hálát adni Isten munkájáért. Kezdenek hálát adni mindazért, amivel Isten megtette ezt a munkát. Áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom, az erő, amiből lett. Ez az üdvösség, ez mind a mi Istenünké, örökön, örökké. Amen! Így van! Nincs más igazság! Ez a szintiszta igazság. És azt mondja a presbiter, ezek az emberek a nagy nyomorúságból jöttek. De kedves testvérem, ezt a presbiter rólunk mondja. Ezt a presbiter erről a testvérnőről mondja, aki most már ott áll fehér ruhában, és dicséri az Isten. Mi az, hogy mi nagy nyomorúságból jöttünk?
Attól tartok, mi sokszor nem érezzük nagy nyomorúságnak azt az időt, amiben élünk. Azt gondoljuk, hogy nincs itt semmi baj. Tehát úgy nagyjából megvagyunk. Hát, kedves testvérem, talán az azért van, mert megszoktuk már azt a langyos pocsolyát, amiben élünk. Azt gondoljuk, hogy új nagyjából meg tudom élni a keresztény életemet, nem nagyon zavarnak engem, úgy nagyjából rendben van minden, akkor még mindig földi szemmel nézzük a keresztény életünket. Akkor még nem szembesítettük a valós keresztény életünket Istennek a vágyával, vagy Istennek a kincsével, amiben mindig benne van Istennek az igénye is, hogy ő milyen keresztény életet, milyen keresztény közösséget szeretne látni. Ha azt gondoljuk, hogy nagyjából rendben vagyunk, akkor tudjátok, mi a baj velünk? Megszoktuk a nyomorúságot. Az ember minden nyomorúságot meg tud szokni. Tudjátok, hogy tudja az ember megszokni a nyomorúságot? Ha feladta a reményt. Ha feladta a víziót. Ha azt gondolja, hogy ennél jobb úgyse lehet. Ez a maximum, amit az én helyzetemből ki lehet hozni. Akkor beüt a megszokás. És kedves testvéreim, ha a keresztény életében beüt ez a krach, az a gondolat, hogy hát úgy nagyjából megvagyunk, akkor tényleg nagy nyomorúságban vagyunk. Mert Isten ennél sokkal nagyobb áldást kíván nekünk. Ha folyamatosan megtisztítjuk a ruhánkat, ha folyamatosan bele magunkba szállunk, nem azért, mert mindenképpen azt akarjuk, hogy fájjon az a helyzet, amiben vagyunk, hanem amikor minden nap hagyjuk, hogy az Isten szóljon hozzánk, és mondjon már meg, mi a helyzetünk. Isten ezt hogy látja? Akkor szembesülünk azzal napról napra, hogy még van hova eljutnunk. Nem a saját erőnkből, ugye nem a törvényt prédikálom. Van még miért kiáltani. Uram! Itt van a két kezem. És tegnap este beszéltem róla, erről a történetről, hogy egy asszony nagyon hálás, hogy 100 sütőtök is van a kertbe, közben csak a férje szereti. És ezért elajándékozzák ezeket a sütőtököket a családba. Hát biztos vagyok benne, hogy a család örül neki, de akkor nem lehetett volna ezt a kertet jobban kihasználni. Akkor teljesen biztos, hogy nekem 100 sütőtökömet kell termesztenem, és még hálát is adni, bár igazából 10 is elég lett volna. Akkor nem lehet-e, hogy valamiért adok hálát, aminek igazából nincs értelme? És azt az erőt máshova kellene fordítani? Értitek? Erre gondolok én. Nem az a baj, hogy Isten nem áldja meg az életünket, a kezünk munkáját. Néha-néha szálljunk egy kicsit magunkba. És hagyjuk, hogy az Isten meggyőzön bennünket arról, hogy vajon a helyes úton járunk-e? Ez a maximum, amit ebből a gyülekezetből tudunk kihozni? Biztos? Nem, biztos nem. És kedves testvérem, az ilyen is lesz. És majd, amikor te is ott állsz a kórusban, hogy tiszteletes úr mondta, akkor te is úgy fogod mondani. Amikor össze tudod hasonlítani a helyzeteket, hogy én tényleg nagy nyomorúságból jöttem. És a legnagyobb nyomorúság az egészben, hogy én ezt megszoktam, és azt sem tudtam, hogy milyen mocsár ez a mocsár. Hogy azt gondoltam, hogy ez a kényelmes meleg érzés, az azt jelenti, hogy jó helyen vagyok, és nem vettem észre, hogy az iszap rám mászik. De onnan ezek az emberek már kijöttek. És azt mondja a presbiter, ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő
rajtuk sátorozik. Ezt mondta. Fordításunk azt mondja, velük lakik. Nem. Rajtuk sátorozik az Isten. Tegnap beszéltünk arról, hogy a lombsátrak ünnepének mi volt az egyik eleme. Hogy lombsátrat kellett építeni, és már tegnap mondtam, hogy ezt magyarul nem így kellene mondani, kunyhót kell építeni, csőszkunyhót kell építeni. Száraz ágakból. Ugye az is úgy néz ki. A sátor az rajtam van. Nem velem van a sátor, vagy ha családban vagyok, akkor nem közöttünk van egy sátor, az elég nagy baj lenne. Ha közöttünk lenne egy sátor, mert jön egy eső, vagy egy heves napsütés, és ha köztünk van a sátor, az nem véd az égvilágon semmitől. Ha a sátor ugyanolyan nagy, mint én, akkor bajba vagyok. Nem! Az Isten nem csupán velük lakik, rajtuk sátorozik. És most remélem, hogy azonnal beugrik az a kép, akár a Tüskevárból. Milyen jó ott benn lenni. Mert ez a sátor az, ami véd. Most nem az a kérdés, hogy akkor a mennybe Istennek még mitől kell megvédeni az embereket, ugye? Csak azt akarja megláttatni az Isten ezzel a jelenéssel, hogy a mely az egy biztos hely. Isten sátrában lakhatnak mindazok, akik oda bekerülnek. Nem éheznek, nem szomjaznak többé, mint itt lenn a földön. Akár testi, akár lelki értelemben. Sem a napheve, sem más hőség nem bántja őket. Mint itt lenn a földön. Akár testi, akár lelki értelemben. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és akkor jön talán a legszebb fél mondat a Bibliában. És Isten letöröl szemükről minden könnyet. Na, azon lehet sírni, hogy Isten, mint egy édesanyja, amikor sír a gyerek, oda megy, azt mondja, először átöleli, kedvesem, gyere ide, megoldjuk, és letörli akár a két ujjával a könnyeket a gyerek szeméből. Vagy később, amikor már a szülőm teljesen legyengül, és én kerülök, mint felnőtt gyerek abba az állapotba, abba a helyzetbe, hogy én törlöm le a könnyeket a beteg vagy megholó szülőmnek a szeméből. Ugye ez a kép van itt, ezt csinálja Isten. Drága gyerekem, megérkeztél. Most ezekre már nem lesz szükség. Ezt tudjátok mit? Ez még csak a 7. fejezet. Ez még nem a 21. fejezet. János apostol az Úr napján, ez is egy ünnepnek a neve, amit szintén a 7. hónapban ünnepeltek a zsidók. A lombsátrak ünnepéhez közel János megkapja ezt a látást, ezt a jelenést. És figyelmeztetésképpen küldi az Úr Jézus ezt a könyvet a gyülekezeteknek. Nem lesz könnyű az életetek a földön. Ugye ez az üzenet. Sok minden fog történni, nem kell megijedni. Én előre megmondtam, hogy ezek meg fognak történni, mondja a mi pásztorunk. De én veletek leszek ebben. És mi a gyülekezetben, mindenhol, ahol élő hívők igazi közösséget alkotnak, már megtapasztalhatunk valamit az Isten országából. Földi körülmények között megtapasztalhatjuk azt,
amit Isten meg tud adni az ő gyerekeinek ebben a nyomorúságban. És ezért már is áldottak vagyunk. Ugye minden ilyen áldás és kegyelem az tovább visz bennünket. Amikor Isten többet ad a gyülekezetnek, mint amiért mi dolgoztunk, vagy amit mi megérdemlünk. És megtapasztaljuk azt az áldást, Isten szeretetéből egy nagyobb szeletet, ami késztet bennünket arra, hogy menjünk tovább ezen az úton. De ez még csak a kezdet. Ez beteljesül majd, amikor a halálunk után csatlakozunk a születi fesztiválhoz. És megtapasztaljuk ezt, ami itt le van írva. De ott még nincs vége. Házi feladat. Majd otthon a 20. és a 21. fejezetet végigolvasni. Mert ugyanazok a dolgok térnek vissza a Jelenések könyvének a végén, de mi a nagy különbség? A nagy különbség az, hogy akkor nem egy nagy sokaság van a mennyben, hanem feltámadtak. Mert ugye ez a mi reménységünk. Ez a mi célunk. Isten üdvtervének az a célja, hogy feltámadunk. A halálunk után és a feltámadásunk előtt egy átmeneti időben leszünk. Egy átmeneti állapotban leszünk, nem lesz rossz ez, olyan, mint egy születi fesztivál. Tehát magyarosan mondva, tök jó lesz. És ez még semmi. Még mindig. Ez csak a következő lépcsőfok. Mert valamikor véget ér a szüret, de valójában. Valamikor véget ér a szüreti fesztivál is. És feltámadnak a halottak. Feltámadnak a hívő testvéreink. Velünk együtt. És amíg élünk, amikor az Úr Jézus visszajön 10 év múlva, akkor mi is új testet kapunk. És akkor az új földön fogunk lakni. Isten beteljesedett és megvalósult országában. Amikor leszáll az új Jeruzsálem, Isten városa, a földre, és amikor délután olvasátok ezeket a fejezeteket, látni fogjátok, hogy János ugyanazokat mondja még egyszer. De akkor már az új földről van szó. Ugye Isten nem azért teremtett emberpárt az első földre, hogy majd az üdvösségben valami lebegő szellemek legyenek. Isten húsvér emberekből gondolkodott eredetileg, és a feltámadásunk után látni fogjuk, hogy Isten ezt eredetileg hogy képzelte el. Amikor ez a megszámlálhatatlan sokaság majd az új földön él, és szolgálunk majd Istennek örökön örökké, és tudjátok a Bibliában, az a szó, hogy szolgálni, ez a munka szava. A feltámadásunk után sem fogunk unatkozni. Lesz dolgunk az új földön is. Annyira gazdag a mi Istenünk, hogy majd a feltámadásunk után is tudunk még kincseket előhozni Isten megújított, teremtett világából, amelyek még jobban sugallnak valamit nekünk, vagy még jobban mutatnak nekünk valamit Isten gazdagságából. Nem biztos, hogy ugyanaz lesz a foglalkozásunk, a feltámadásunk után, mint most. A rendőrökre azért már nem lesz szükség, tehát ők valami átképzést fognak kapni, meg nem tudom, hogy kinek milyen foglalkozása lesz, de nem fogunk unatkozni ott se. Ugye ez a mi célunk. Arrafele tartunk. Isten végzi a szüreti munkáját. Amióta az Úr Jézus elküldte a Szent Lelket, mind a mai napig. Dolgozik a Szent Lélek azon, hogy Isten szürete legyen teljes.
Ha az Úr Jézuséi vagyunk, akkor mi már most is ehhez a szürethez tartozunk, és az a rész szól hozzánk, hogy vigyázzunk a ruhánkra. Maradjon fehér. Tisztítani kell, a pattyolatba kell adni ezt a ruhát. Rendszeresen. A mennyi pattyolatba megtisztítják az Úr Jézus vérével. Tehát rátesznek valamit, ami értékesebb, mint az a szenny, amit mi rakunk rá, vagy ami rákerül a világi hatások miatt. És úgy lesz ragyogó. Ugye a tiszta szó mögött nem mindig a feheret kell látni, a ragyogót kell látni. Az Úr Jézus drága vére rákerül a foltokra, és így még szebbé is teszi a ruhát, mint amilyen volt. Ez a dolgunk most. Mert amiben élünk, akármennyire tetszik is, a mennyből nézve ez még mindig nagy nyomorúság. És hálát adhattunk azoknak a testvéreknek az életéért, akik ezt a nyomorúságot már elhagyták, és már részt vesznek a szüreti fesztiválon. Nekik már mennyivel jobb. De soha ne felejtsük el, hogy nem az a mi reményünk, hogy a mennybe fogunk menni. A mi reményünk az, hogy az Istenné vagyunk, és fel fogunk támadni. És pedig örök életre. Amikor véget ér a mennyi szüreti fesztivál, és elkezdődik az élet teljes egészében, ahogy Isten valójában elképzelte. Kedves testvéreim, ez a szüret most van folyamatban. És megint jön a képzavar. Ha bennünket már betakarított az Isten, akkor beállhattunk a szüretelésbe. Nem feltétlenül egyen-egyenként, hanem mint gyülekezet biztos, meg lehet és meg kell tennünk mindent, amit az Isten tőlünk kér, hogy a többi testvérünkkel együtt, itt Dombóváron is, ne álljon meg, hanem folytatódjon az Isten szüretje, hogy megláthassuk már itt, a földön lent, a szüret egy részét, az emberek egy részét, akikkel ünnepelni fogunk először ott fönt, aztán újra itt lent, az új földön. Hát ha szüret, akkor legyen.